Szálai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merrill Fashion gondoskodik. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Itt vagyunk Bika havában, Bika újholdkor, és hát ezen az érdekes napon többek között hát lesz szó arról is, hogy a hold hatása milyen behatással van az emberekre. És ugyanakkor hát a Bika szülöttéire is, akik ugye hát ugye egy érzékeny, harmonikus lelket képviselnek, és hát az ötödik fénysugárnak a színe alá tartoznak, és az, a rezgése alá, jobban mondva. És ugyanakkor hát azért nagyon gyönyörű jegyű emberek tele vannak szép érzékkel, művészettel, és hát mint minden jegynek vannak diszharmonikus és harmonikus hatásai is. De hogy ez mennyire foglalkoztat minket manapság, és ebben a nehéz időkben, amikor hát ugye mindenki össze van zárva, össze vannak, ugye hát a karantén véget, ugye olyan konfliktus helyzetek tudnak kialakulni, de hozzáteszem, nem csak a Bika jegyűeknél, hanem mindenkinél, minden olyan házaspár élettársi kapcsolat sorolhatnám, akik ugye hát társas viszonyban élnek, hogy bizony, elszomorító a helyzet, pláne amiket hallok mostanában, mert ugye ilyenkor olyan energiapályák közöllenek, és olyan feszültségek tudnak létrejönni emberek között, amelyek a párkapcsolati régen titkolt, vagy elfelejtett, vagy olyan problémákat elő tudnak hozni, amelyekre hát már egyáltalán nincs is szükség, hogy szó legyen, de ugyanakkor azért mégiscsak hát az összezártság és hát a régi válságos állapotok most felszínre tudnak kerülni. És ez mind a feszült léthelyzet, a feszült helyzet, ugye munkahelyek megszűnése, sorolhatnám, mennyi minden történik ilyenkor, ami hát ugye meghatározza az életünket, az életformánkat, többek között. Na most, mi köze ennek a holdbehatáshoz, akár a Bika jegyű emberekhez, és egyébként is? Hát, ha belegondolunk, akkor rettentő sok, mert ugye a holdnak a behatásai azok az életünkre, és hát az egész energiarendszerünkre, egészségünkre hatalmas befolyással ugye működik, és van. Na most legszámottevőbben ugye hát a holdnak a pályahelyzete a földi gravitáció térerejének a változásától függ, és hát ilyenkor jön létre az, hogy a tengereken árapály keletkezik, és ilyenkor hát azért megmozgatja éppen eléggé azokat az energiákat, és azokat az érzelmi síkokat, érzelmi hullámokat, amelyeknek ugye ki vagyunk téve. Na most ilyenkor ugye a testi szellemi, tehát a lét hármasságának, a testi lelki szellemi hármasságnak ugye a telítődése, hát ugye eléggé fokozott szinten van, tehát ilyenkor újhold idején persze, hogy az ember ugye magasabb energiasávon rezeg, és ilyenkor, amikor ugye hát ennek a jegynek a születei, akik tele vannak harmóniával, békével és mindenféle szépen jóval megáldva, aztán ugye attól függ, hogy mikor születtek természetesen, még ugye ráadásul hanyadikán, akkor ugye a bolygóbehatásoknak köszönhetően hát most hatványozódik a jó is és a rossz is. Na most a megváltozott helyzetünkben és a megváltozott világunkban, ami hát ugye az én tapasztalataim szerint nagyon sok válságot is előidéznek, de nagyon sok mindenre megoldást is hoznak. Most tekintsünk el magától a koronajárványtól, mert az sajnos ez egy világi probléma, és hát egyszer csak túl leszünk rajta, de hát amint szoktam én ezt mondani, hogy azért a koronajárvány előtt és koronajárvány után is van élet, de nem mindegy, hogy milyen. És én azt hiszem, hogy azért érdemes erről beszélni, hogy mennyire fontos, hogy ilyenkor, amikor az ember tehát valójában egy párkapcsolati problémákat és olyan sérelmeket próbál megoldani, amelyek ugye
felszínre törnek manapság, és hát nem véletlen, hogy most jön ez mind elő, akkor hát azért el kell dönteni, hogy így vagy úgy. Hozzátenném azt, hogy előfordul olyan is, és hát ugye név és minden nélkül, hogy az egyik kedves paciensem az meg is kérdezte, hogy mit évő legyen, mert ugye most fog szétköltözni a feleségétől, és hát mi legyen ilyenkor a tennivalója, mert egyszerűen most már tetőztek azok a problémák, amelyek ugye előzőleg is már megvoltak. És ilyenkor, amikor ugye a házaspárok között, meg ugye a párkapcsolatban, ugye előjönnek olyan dolgok, olyan régóta titkolt és olyan negatív események, amelyek ugye csak a feszültséget gerjesztik, és tényleg hát más megoldás nincs, akkor ugye védekezésképpen hát mi alakul ki a rettentő nagy balhé, ahelyett, hogy ugye hát próbálnák az életüket másféleképpen is megoldani, de hát ugye miután nem vagyunk egyformák, hát pontosan ezért van az, hogy ugye mindenki a saját maga minősítése szerint, és hát a jegynek az uralása szerinti módon tudja ezt lereagálni, de hát természetesen én egy kicsit olyan más tükörből nézem a világot, aztán ugye ez megint más mondani valót is rejt maga után. Hát azt hiszem, hogy lesz mit megbeszélni, kérném szépen a kedves kollégákat, hogy a kedves televíziónézők is csatlakozzanak be a műsorba, tegyük ezt lehetővé, és lehet is, telefonszámunk a 269-0386-os, tehát lehet telefonálni, lehet érdeklődni, és várom a kérdéseiket, mint ahogy azt már megszokhatták. A műsor interaktív, és hozzátenném azt is, hogy ugye hát nyitottak vagyunk arra, hogy mindenféle olyan problémát is meg tudjunk beszélni. Az egészségügyi problémákon kívül, mert orvos azért nem vagyok, hogy azt megoldjuk. A legelső kedves hívót üdvözlöm, nagyon nagy szeretettel köszöntöm ön van a műsorban. Szép jó napot kívánok, én is üdvözlöm Zsuzsikámat, nagyon nehéz bekerülni. Igen? Drága Vali vagyok, 1950-03-22. És azt szeretném kérdezni, hogy ez az éven milyen lesz? Egy nagy sóhajjal és egy ilyen gondterhelt sóhajjal tetszett ezt elmondani nekem. De igen, hát azért... drágám, már, bocsánat, már ugye beszéltünk már, én vagyok az az özvegyasszony, akinek tavaly meghalt a férje, és ugye múltkor nem sikerült erre választ adni, mert műsoridő lejárt, és tetszett mondani, hogy majd hívjam vissza. Nagyon szépen, de köszönöm. Nem sikerült eddig bekerülnöm, úgyhogy most hála Istennek bekerültem. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem felejtette el. És hát, nagyon szeretem és... Zsuzsikámat. Ezzel annyira örülök neki, mert tényleg erre egy külön műsort kellene szentelni, ahol én ugye mindenkinek elmondanám, hogy én mennyire szeretem önöket, és ők mennyire szeretnek engem, és mennyire jó, hogyha el tudják mondani valakinek az ilyen problémájukat. És természetesen nem csak ugye hülyeségre, hanem arra, hogy ugye tényleg az ember megpróbál segíteni, megpróbál választ adni azokra a kérdésekre, amelyek ugye hát felmerülnek, és hát kis probléma, nagy probléma mindenkinek, még van, amikor a kicsi a legfontosabb, mert hát pont az bánt a legjobban. Kérem szépen, itt vagyunk már is mondom magának, ugye az áprilisi bika havában, és egy gyönyörű bika újholdunk van, ami nagyon jó dolgokat tud csinálni, de nézze, párkapcsolat iránt érdeklődött, és ha jól meg értettem. Meg anyagilag, Zsuzsikám, hogy állok? Na most figyeljen rám. Igen. Ez egy olyan korszak, amelyben nagyon jó lehetőségeket talál arra, hogy előbbre haladjon. Most ugye tegyük félre ezt a vírusos, karanténos helyzetet, mert ez egy dolog, ezután is lesz élet. Remélhetőleg, és egyre jobb. Tehát azért vagyunk olyan okosak, hogy erőt merítünk saját magunkból, és megpróbáljuk azokat a nehézségeket leküzdeni, amelyek most ugye körbevesznek minket, de ha mindenre odafigyelünk, akkor sikerül és legyőzzük. Kérem szépen, ebben az időszakában előre haladottan láthatóan a Szaturnusznak egy olyan állásában jár, ami kompatibilis a születésnapjával, tehát a magánélet és a
pénzügyi történésekben én úgy látom, hogy lesz előrehaladás még következő márciusig. Bocsánat, drága, még egyet hadd kérdezzek, hogy mi az én életfeladatom itt ezen a földön? Na most érdekes a kérdés, nagyon érdekes az kérdés, ugye hát mindegyikünknek van egy küldetése, amiért leszületünk. Igen, a küldetés aztán, inkább ugye, azt igen. Hát általában úgy van, na most az asztrológia és a numerológia adott rá lehetőséget, hogy ezt be tudjuk határolni, és kellőképpen tudjak, tehát meg is tudjuk válaszolni. Igen ám, csak közben ugye hát több síkon rezgünk. Tehát nem egy, tehát ne, ezt nem úgy kell venni, hogy kérem szépen, most akkor én nekem az a feladatom, hogy például a házasságom alatt egy olyan anyatípust legyek, aki állandóan vitázik, vagy valami. Nem. Hanem tulajdonképpen az van, hogy szellemi síkon, érzelmi síkon, anyagi síkon rezgünk. Na most ebben a helyzetében, az önképletében én inkább a szellemi képességeket emelném ki, miután a szellemi képességek, és azért a döntően okos meghatározások, tehát azért nagyon sikeresek az életében. Be tudja teljesíteni a küldetését, de annyira talán, és meg ne sértsen vele, mert nem erről van szó, dúl a szeretet magával, de nem tudja kifejezni. Tehát nem az a feladata, hogy érzelmi síkon egy Hűbele Balázs módon akár egy kapcsolatba, akár egy olyan viszonyba belemeneküljön, ha már egyszer így hozta az élet, hogy csak ez legyen a döntő. Nem. Hanem itt lényegében a döntésképesség, és az olyan egy vezetői típus, egy határozott, okos döntéseket meghatározó embernek az élete. Az öné. Tehát most ezt nem azért mondom, mert én így kitaláltam, hanem ez benne van a képletében. Nagyon tudom, szépen hogy köszönöm, Zsuzsikám. Viszontlátásra. Én köszönöm szépen. Napot kívánok. További szép estét kívánok. Én köszönöm. Haladjunk tovább, és hát várom a következő kedves telefonálót, aki már is a vonalban lehet, ha úgy gondolja, hogy felhív minket. Természetesen lehet, mert ugye miért is ne. És ugyanakkor tehát azért visszatérve a holdnak a helyzetére, a holdnak a helyzete és a különböző változásai az ösztönéletünkben is nagyon érdekes dolgokat tud kitalálni. De itt a következő hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Ön van az adásban. Igen? Igen. Itt is van, velem van. De azzal már megszakadt a beszélgetés, ön van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Csóka Olga vagyok. Üdvözlöm! Hát, sajnos én az egészségemről szeretnék érdeklődni. Hát ez a magas matematika, volt. Igen. 8 gerinc műtétem volt, és egy ilyen rutin műtétre bementem, és sajnos hát most hát lettem itt a tolókocsiba, de hát én ebből ki akarok szállni, úgyhogy minden erőmmel azon vagyok. Tehát szeretném további megkérdezni öntől, hogy meg fogok-e gyógyulni. Na most itt van ugye a kutya elhantolva, hogy rettentő nehéz a kérdés, de megpróbálom átnézni. Mikor is tetszett születni, Olga? 55/6/16. Hát sajnos... De a testvérem ismeri önt. Na most... Jó, ez nem ide tartozik, de... Lehet. Na most maradjunk, én nem tudom így hirtelen fejből, mert annyi ember ismer, és annyi emberrel beszélek. Igen. Sokszor egy órával ezelőtt nem tudom, hogy kinek mit mondtam. Tehát hát én el is hiszem, annyi ez egy dolog. Istennek annyi betelefonáló van. Na most nem csak a betelefonálós, hanem az, hogy ugye az előző műsorokból adódóan miről volt szó. Visszaemlékszem, de azért van, tehát annyiféle a témának a hozadéka. Kérem szépen, június 16-ai, hát ikrek hava. Na most igen. Az ikernek a mozgásszervi probléma, mint ominózus probléma, hát benne van a pakliban. Csak tudja, az a bajom, hogy maga 16-án született, és itt áll a Neptunusz, ami hozza a szélsőségeket, hozza a rejtett dolgokat, hozza a ködös dolgokat az életében, azokat a
ködös, rejtett problémákat, amelyeket hát meg lehet oldani. Na most kompatibilis ez az éve, a születésnap számával, ami azt jelenti, hogy egy gyógyulási korszakban van. Most lehet, hogy érdekeset fogok mondani, és elájul, de viszont az van, hogy tessék nekem elhinni, hogy minden nap, ha egy kicsit erőt vesz magán, és elhatározza itt belülről, na most természetesen az orvosokat nem lehet félretenni, mert ugye ők kezelnek, ők értenek hozzá, ők tudják, hogy milyen kezelések, milyen gyógytornák, hát és milyen... Sajnos őt úrta engem most azzal együtt, nem akarom minősíteni. Nézze, teljesen mindegy, ez egy más téma, de igen, van ilyen. De viszont olyan is van, hogy mert orvost váltani lehet, kell is, ha nem tetszik nekünk. De ennek ellenére higgy el nekem, hogyha minden nap lehet, hogy fájdalommal jár, de egy kicsit többet, mindig egy kicsit többet mozog, akkor van esélye. Na én most... rendszeresen tornázok itt, amit megadtak nekem a kórházba, még azon felül is, és itt van, amikor szóval erőt veszek magamon, mert egyedül vagyok idehaza, mert reggelt estig dolgozik sajnos a férjem. Értem. Csak este tud velem itt sétálgatni. Hát sétálunk, hát megfogom ezt a járókeretet, vagy mi ez, és akkor ezzel itt körbe karikázunk háromszor, négyszer a lakásba. Tökéletes. Minden nap egy kicsit. Nagyon zsibbad a lábam, tehát hogyha nem zsibbadna a lábam, akkor szerintem nem lenne annyira nagy baj. Hát igen, de a keringés. Na most, hogyha nem tornáztatja a lábát, annak ellenére, miután én nem vagyok természetgyógyász, igen, de igen, ennek ellenére, tehát nem tornáztatja a lábát, akkor meg a keringés leáll, bedagad, igen, és akkor már még nehezebb. Nézze, kell a torna, még fekve is lehet tornáztatni a igen, lábát, kell is. Igen. És higgye el nekem, Olga, mondok mást, ez az én szakmám, ehhez én talán úgy érzem, hogy jobban értek. Az orvosi dolgokhoz nem értek. De tessék nekem elhinni, hogy ha maga elhatározza itt belül, hogy hát végül is helyre fogok magamnak jönni, kell rendet tenni itt belülről. Máshogy nem megy. Igen. Tehát igen, elhatározza, hogy igenis én járok, nem járni fogok, hanem nem járok, mindent megteszek azért, és szó se lehet tolókocsiról, meg ilyenekről, hanem elhatározom, hogy a gyógyulási útnak a folyamatában van, és látja magát egészségesen, és nem fogadja el magában azt a tényt, érti, hogy tehetetlen legyen. Tehát nem lehet elfogadni. Higgye el nekem, hogy ilyen nincs, tehát csodákra vagyunk képesek. Nem úgy vagyunk kitalálva, hogy beledöngöljük magunkat a dolgokba. Természetesen, ha elhisszük, és természetesen, ha beledöngöljük, akkor az valósul meg. De ne, tehát próbáljon meg egy kicsit elvonatkoztatni, és túltenni magát saját magán, most ezt jól elmondtam, tehát igen, saját magamon kell magamon, tehát felül igen, kell emelkednem igen, saját magamon, ahhoz, hogy nem fogadom el ezt a problémát, és tudom, hogy meg tudom tenni. Hát nem, na most nem jól akarom, elmondtam. Nem akarom elfogadni, mert... Tehát ez, érti? Szóval egyszerűen tudja, hogy meg ez, tudja ez tenni. Azért lett, tehát nem ebbe vagyok én beleültetve, hanem értem, ez csak azért lett, hogy egy segédeszköz, idehoz el tudja magam látni, mert lett egy ilyen összeesésem is közben, és ez csúrolta a gerincvelőt is. Tehát értem, azért nehézkes nekem fölállni is. Tehát fölállni, én fölállok. Na most meg, ez nehéz, már egy jó nehéz, dolog. És egyedül vagyok, az a baj. Egész nap. Tehát nincs. Nézze, annyit tudok így most röviden mondani önnek, igen, hogy ebben az évében jó, hogy még egy fél évig, tehát júniustól még egy fél évet egy intervallumban, egy fél éves intervallumban lehet látni fél évig, hogy még igen, ködös problémák, még a gyógyulásról szól az ideje, de utána pedig higgy el nekem, hogy sikerülni fog. Jaj, várom a visszahívásra. Olyan megnyugtató nekem ez, amit mondod. Hálásan köszönöm a szavait. Isten adja. Arra kérem, hogy higgye el, tehát egyszerűen ne fogadja el, teljesen mindegy, mi van leírva, ne törődjön vele. Ne fogadja el, tudja, hogy ki jön belőle,
tudja, hogy meg tudja csinálni, igen, és tudja, hát hogy kijön belőle. Igen, csinálni meg, mert én ebben nem tudok beletörődni. De nem is kell beletörődni. Nem is akarok. Minden nap egy picit. Minden nap egy picit. Ünnepelje meg, még azt a picit is. Itt belül örüljön neki, és higgye el nekem, sikerül. Ha elbizonytalanodik, akkor hívjon fel telefonon. Na, többször néztem a műsorát, így a műsorban. Nagyon tetszik a műsora. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon értelmesen és okosan beszél. Próbálok. Jó, nagyon úgy, kedves hogy... is, meg aranyos a köszönöm külső, meg belső, meg úgy egyáltalán. Tehát az én tetszésemet elnyerte, mint tévénéző vagy hallgató. Hálásan köszönöm. Hálásan köszönöm. Úgyhogy egy nagyon nagy reményt nyomott nekem most. Nem úgy vagyunk kitalálva, higgy el nekem. Egyáltalán nem úgy vagyunk kitalálva, hogy nem tudunk kijönni semmiből. Egyáltalán nem így működik az egész dolog. Saját magába higgyen, mit mondott Jézus? A hit hegyeket mozgat meg. Így de van, nem arra gondolunk, de nem arra utalt, bocsánatot kérek, nem arra utalt ebben Jézus Krisztus, hogy amire mások gondolnak, hogy az egy másfajta hittől, magáról, az imáról, vagy valami, nem. Hanem arról szól az egész, hogy saját magadban beléd vetett hit. Hát olvasom a Bibliát is, úgyhogy nem csak most, hanem... Ezzel hát nincs is semmi régen. Probléma, tökéletesen rendben van, de akkor is, tehát azért nagyon sok mindent át kell értelmezni. Igen. Más a mondani valója, de higgy el nekem, hogy azért csak annyit mondok magának, nem így vagyunk kitalálva. És nem nincs olyan bosszúálló, gonosz Isten, aki minket ezért vagy azért megbüntet. Nem erről szól az egész. Nem. Szerintem ennek így kellett történnie. Próbatétel feladat. Feladat. Meg a másik az, hogy bocsánatot kérek, lehet benne genetika, a másik pedig az, hogy azért egy felülről csillagkép szerinti, hogy magyarázza magának, hát itt áll a Neptunusz, bekavar, az mutatja az idegrendszeri problémákat. Ezt még nagyon gyorsan elmondom, és elnézést kérek jó. Mindenkitől, de az ön megnyugtatása véget. Egy horoszkópban benne van, hogy milyen problémák és milyen eshetőségek vannak ott, amelyeknek a felé tudnánk keveredni saját magunk felé, igen. Vagyis hogy emelkedni. De ennek ellenére, bocsánatot kérek, egy 16-ai születésnap számmal magának lelkieken alapuló probléma volt az, amiért ez előjött. Elképzelhető. Arra már el se kérdezek, hogy a házassága milyen volt. Hát, most mondjuk szó-szó. Hát hazudnék, jó. Ha azt mondanám, de elváltam. Az sok volt, és utána jöttek sorozatosan a szüleim halála, a testvérem halála. Lelki ember túlteszi magát rajta pörök 100 000-rel, nem is ez a baj, hanem én annyit kérek öntől, hogy higgyen saját magába. Csak ennyit mondok. De egy kicsit javulok majd, ugye? Nem kicsit. Saját magától függ. Minden igen. Nap ismételje el, és köszönje meg. Nagyon szépen jött. Köszönöm a kedvességét. Higgy el nekem. Köszönöm szépen, és én minden köszönöm. Jót, jó egészséget minden jót kívánok. Én köszönöm, és gyógyuljon meg minél előbb. És hát ezzel szemben viszont elszaladt a műsoridő, tehát ennyi volt mára. De... Mindenkitől elnézést, aki nem tudott bejutni a műsorba, jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor nagyon nagy szeretettel fogom várni a hívásaikat, és akkor megbeszéljük a többi problémát is. De ez a mai új hold gyönyörű, ne felejtsék el, annak ellenére, hogy nem nagyon látható, de ilyenkor új energiákkal, új meglehetőségekkel és új érzelmekkel lehet egy kicsit az új holdnak az energiáját felvegyük, pláne a bika szülöttek, mert azoknak most a mai nap az egy csodanap lehet. Úgyhogy várok mindenkit a jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor, és hát ne felejtsék el, hogy ugye a párkapcsolati problémákkal kezdtem, átvisszük a jövő heti műsor témájaképpen is, tehát a feszültségek és a ki nem mondott dolgok, és ami még a szőnyeg alá volt rejtve. Úgyhogy lehet ezen elgondolkodni, várom Önöket. Minden jót kívánok, és tartsanak velem akkor is, és nézzék meg az ismétléseket is, minden jót kívánok.
Kállai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merjő Fashion gondoskodik.